1949. szeptemberében indult a földrajzképzés az akkor még EGRI pedagógiai főiskolán dr. Udvarhelyi Károly vezetésével. A jubileumi alkalomból összegezték az elmúlt 70 évet. 2019-ben már földrajz, illetve környezettan alapszakokra, osztatlan tanár, geográfus és mesterképzésekre, valamint idén szeptembertől térinformatikai asszisztens képzésekre is jelentkezhetnek a hallgatók. Egy rendkívül jó szakmai csapat dolgozik ma is itt a földrajztanszéken, hallgatóbarát intézet vagyunk, hiszen a hallgatóinkat bevonjuk a kutatásunkba, és ők is velünk együtt ünnepelnek ma. Az eseményen elhangzott, a földrajzképzés mindig is szerves részét képezte az oktatásnak az Eszterházy Károly Egyetemen. A földrajz egy modern civilizációban olyan ismereteket ad, amelyek nélkül nem működhet sem a civil társadalom, sem az önkormányzatok, sem a gazdasági szféra. És itt Egerben, a környéken, Heves megyében és az egész észak-magyarországi régióban talán mondhatom azt, hogy mi egy tudásbázist jelentünk. Egyrészt azoknak a hallgatóknak, akik bennünket választanak, másrésztről pedig azoknak a társadalmi partnereknek, akikkel napi kapcsolatban vagyunk. A szakmai napon ismertették az oktatási, a kutatási feladatokat, valamint beszámoltak a jövőbeli tervekről.